Az asztali tenisz csapatbajnokságok zöme már véget ért, ilyenkor rendezik a Heves megyei páros és egyéni bajnokságot, külön az MB-s bajnokságokban érdekelt felnőtteknek és a csak a megyei bajnokságokban szereplő amatőröknek. A Bemtábornok utcai csarnokban 8 asztalon ment a játék. Az amatőröknél 18, míg a felnőtteknél 33 egyéni nevezés érkezett. A párost az Egri Pálosi Balázs Zahar Márkkal az oldalán nyerte. A szokatlan felállásnak MB1-es, az MB2-es játékossal is megvolt az oka. A jobbkezesek nem indultak a klubból, tehát a Banok Tomi hazament, Nagy Ádám, a Tóth Gergő nem indult, és a Jóna Bandi se jött el emiatt a verseny miatt, úgyhogy elfogytak a jobbkezeseink, úgyhogy kénytelen voltam beállni. A 5 balkezesünk van, be kellett állnom valaki mellé párosba. A döntőben egy domoszlói Lőrinci kettős győztek le az egriek. Igazából csak annyi volt a feladatom, hogy átüssem, és majd ő befejezi nagyjából, de néhol azért hozzátettem szerintem. Egyéniben is egri siker született. Az NB1-ben játszó Nagy Balázs a döntőben a domoszlói, NB3-ban szereplő Sándor László győzte le. Az elődöntő két vesztese az Andor Naktányai Lipusz Péter és a Lőrinci Matalin Bogdán lett a harmadik. A megyei asztali tenisz bajnokságon 10 heves megyei csapat képviseltette magát.